Orosz rulethez hasonlította a Gottségen kórház főnővére a koronavírust. A kormány által közzétett videóüzenetben egészségügyi dolgozók számolnak be az intenzív osztályon megélt nehézségekről. Az első koronavírus elleni vakcinát pontosan egy éve adták be. Az évforduló alkalmából György István államtitkár azt mondta, jóval nagyobb biztonságban vagyunk most, mint tavaly ilyenkor. Hoztam magammal egy szokást. Amikor valaki meghal, akkor én mindig kinyitom az ablakot, hogy a lelke el tudjon menni. Covid osztályon dolgozók mondták el gondolataikat abban a másfél perces videóban, amelyet a kormány tett közzé Facebook oldalán a Gottségen kórház intenzív osztályáról. A főnővér azt mondta, a koronavírus olyan, mint az orosz rulett. Nem lehet tudni, hogy kiből mit vált ki. Ahogy fogalmaztak, munkájuk lelkileg nagyon megterhelő, ám az adrenalin hajtja őket. A vakcinainfo.gov.hu portál tájékoztatása szerint a kórházi oltópontok karácsony második napján is működtek, igaz, csak előzetes időpontfoglalással. Mi is szerettük volna ezt megmutatni, ám az Emmi azt írta, annak érdekében, hogy az oltással kapcsolatos folyamatos média érdeklődés ne akadályozza magát az oltási tevékenységet, a köztévé stábja forgat az oltópontokon. Hozzátették, a felvételeket az ATV híradó szerkesztősége is bármikor elkérheti és használhatja, vagyis saját stábbal nem mehetünk egészségügyi intézménybe. Az első koronavírus elleni oltást az országban Szlávik János osztályvezető főorvos adta be pontosan egy éve, 2020. december 26-án. Az évforduló alkalmából György István államtitkár videóüzenetben azt mondta, minden oltás beadása hatalmas szervező munkát és erőforrást igényel, melyet a kormány továbbra is biztosít. Ma már ott tartunk, hogy a beoltottak több mint fele a megerősítő oltással is rendelkezik. Ma már zajlik az 5-től 11 éves korosztály oltása. Az egy éve zajló oltási programnak köszönhetően az új évnek úgy állhatunk neki, hogy jóval nagyobb biztonságban vagyunk. 2022 végén megkezdődhet a magyar oltóanyaggyártás. Ezek a felvételek akkor készültek, amikor letették a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben szeptemberben, ahol kötelező és ajánlott oltásokat, valamint első generációs koronavírus elleni vakcinákat is előállítanak majd. Duda Ernő szerint azonban sokkal inkább messenger alapú technológiára lenne szükség. A messenger alapú vakcinának az az előnye, hogy bármilyen kórokozó jön, az ellen hetek vagy hónapok alatt lehet egy vakcinát elkészíteni. Jöhet egy olyan járvány, amelyiknek a kórokozóját nem tudjuk szaporítani, és akkor nem tudunk ellene kínai vagy ehhez hasonló típusú vakcinákat gyártani. Hozzátette, ezek gyártása pusztán a jelen helyzetet tudja kezelni. A messenger vakcinával azonban a jövőre lehetne készülni.